Köszöntöm nézőket, dr. Kalsai Lajos kapitány úrral beszélgetünk itt egy zebra közelében, hiszen elkezdődött az iskola, és ilyenkor reggel időszakban nagyon sokan gyalogosan kerékpárral érkeznek az iskolába. Mire hívná föl a gyerekek figyelmét a zebrán való áthaladáskor? Köszöntöm a tisztelt nézőket. Igen, elkezdődött az iskolai év, és ilyenkor mindig azzal kell számolni, ugye, hogy megnövekszik itt a főtéren, illetve a város területén lévő iskolák környékén a forgalom. Erre mi is igyekszünk odafigyelni. A kollégáim ilyen időszakban sűrűbben jelennek meg, ellenőrzik a reggeli forgalmat, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy minél kevesebb baleset és minél kisebb veszély legyen a reggeli iskolában járókra. Számos esetben tapasztaljuk azt, hogy a kerékpárral közlekedők nem feltétlenül ismerik azt a szabályt, hogy a kerékpárral, ugye ha felülve közlekednek, akkor nem gyalogosnak minősülnek, így a kijelölt gyalogos átkelő helyeken ők nem jogosultak, illetve nem részesülnek abban a kedvezményben, amit a KRESZ számukra biztosít. Így természetesen ők nem közlekedhetnek így a kerékpárral a gyalogos átkelő helyen. Ezt felismerve egy közös kampányba fogtunk, és a Karcag Városi Önkormányzattal közösen készítettünk egy olyan táblát, amelyet itt a főtéren, illetve a számos iskolában 13 helyen összesen kihelyezve, az ilyen veszélyre hívjuk fel a figyelmet, tehát ez a hajtva, tilos, tolva, szabályos elnevezésű tábla. Ezek meg fognak jelenni a kijelölt gyalogos átkelőhely tábláknál, és így hívjuk fel erre a veszélyforrásra a figyelmet. Itt reggelente azért itt vannak a rendőr kollégák, ahogy mondta, igyekeznek biztosítani a szabályos közlekedést, de amikor vége van az iskolának, arra van-e kapacitásuk, hogy a délutáni órákban is itt a legforgalmasabb zebráknál, ha nem is végig, de valamennyi időt itt legyenek? Természetesen a legfrekventáltabb az a reggeli időszak, hiszen az iskola kezdés az adott, és az minden iskolában ugyanaz. A délutáni időszakban már nem jellemző ennyire nagy forgalom, hiszen különböző időpontokban fejeződik be a tanítás, de természetesen a délutáni 2-3 óra körüli időszakban is kollégáim, amennyiben az események engedik, akkor megjelennek az iskolák környékén, és ugyanúgy ellenőrzik a forgalmat. Szepesi Tibor képviselő úrral beszélgettünk, hiszen az előbb már hallottuk kapitány úrtól, hogy az önkormányzat és a rendőrség közösen terveztette meg ezeket a táblákat, amelyek most a zebrákhoz kikerülnek. Igen, egy kicsit azt gondolom, hogy tekintsünk messzebbre vissza, hiszen az önkormányzatunknak, Karcagvárosnak mindig is fontos volt a kerékpáros közlekedés, a biztonságos kerékpáros közlekedés fejlesztése, odafigyelés a biztonságos közlekedésre, hiszen néhány évvel ezelőtt, ugye nem véletlen került Karcagra, pár nappal ezelőtt indult az idei Tour de Hongrie, de nem véletlen került annak idején ide, hiszen közösen próbáltuk meg az ő szakembereikkel együtt a diákok körében a biztonságos kerékpáros közlekedésre való oktatást, a felkészülést elkezdeni. Ugyan bő 10 évvel ezelőtt a bringasuli oktatás kezdődött Karcagváros általános iskoláiban, amely aztán folytatódott a Bringa Akadémia programjaival. Tehát próbáltunk arra odafigyelni mindenképpen, hogy azok a gyerekek, akik frissen ismerkednek a kerékpárral, a kerékpáros közlekedéssel, és ugye látjuk itt a hátam mögött, hogy azért a forgalom jócskán megnövekedett azóta, tehát bennünket igazolt az élet, hogy fontos odafigyelni a kerékpáros közlekedésre. Nos, azt gondolom, hogy igen, a diákok ettől függetlenül nagyon sokan közlekednek kerékpárral, és még mindig nagyon sokan vannak olyan tévhitekben, hogy a számukra valamifajta elsőbséget jelent az, hogy kerékpárral közlekednek a közutakon. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a táblák, hiszen két út között gyakorlatilag a zebra az, ami kötelező átkelési hely, és nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan lehet biztonságosan használni a zebrát. Tehát én nagyon örülök annak a fejlesztésnek, amellyel a rendőrkapitányság megkereste az önkormányzatot. Nagyon örülök annak, hogy közösen elkészültek ezek a táblák. És hát ahogy látjuk a városban kelve, ugye a Magyar Közút is bekapcsolódott ebbe a programba, hiszen az ő útjaikon is folyamatosan festik a zebrákat az iskola kezdésre. Várhatóan nagy része el is készült ezeknek a zebráknak, amelyet aztán természetesen használni is fontos és szükséges. És nagyon köszönjük azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik mellé álltak ennek a táblának az elkészültéhez.
kapitány úrral beszélgettünk, és elmondta, hogy szerencsére azért nem sok olyan baleset van, amely kerékpárral történik. Tehát azt gondolom, hogy az is, hogy óvodásoktól kezdve már elkezdődik városunkban, ahogyan is említette, a kerékpáros oktatás, ez is hozzájárul ahhoz. Más kérdés azt gondolom az elektromos kerékpároknak a kérdése, de ezen sajnos így egy táblával nem biztos, hogy tudunk változtatni. Igen, de a folyamatos figyelemfelhívás mindenképpen segít ezen a problémán, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy közösen közlekedünk az utakon, a járdán, a köves úton, közösen vagyunk, tehát oda kell figyelni egymásra, nem csak a kerékpárosoknak kell odafigyelni a forgalomra, hanem természetesen az elektromos kerékpárt használóknak, a mozgássérült kerékpárt vagy kis motorokat használóknak, és természetesen a gépjárművezetőknek is oda kell figyelni. Ugye a Tour de Hungary kapcsán jött az a felhívás, hogy figyeljünk oda az oldaltávolság tartására, amikor kerékpárost előzünk, és nagyon fontos, hogy ez az oldaltávolság legalább 1,5 méter legyen, hiszen úgy biztonságos megelőzni egy kerékpárost. Tehát én még egyszer hangsúlyozom, hogy közösen közlekedünk, gyalogosok, kerékpárosok és gépjárművezetők, mindannyian oda kell, hogy figyeljünk egymásra.